Szervusztok, Pataki Piroska vagyok, a Merlo Works employer brandinggel foglalkozó cég alapító tulajdonosa, illetve marketing szakember. Amiről ma fogok beszélni, az egy olyan országos reprezentatív munkavállalói értékajánlatkutatás, amely azt vizsgálta, hogy gyakorlatilag a munkavállalók mi az, amit a munkáltatóktól, cégektől elvárnak, illetve van-e különbség abban, erre voltunk kíváncsiak a kutatás során, hogy mi az, amit most adnak a munkáltatók, a cégek, és mi az, ami az elvárások vagy a preferencia sorrendből kiderül. Mielőtt belevágunk, néhány gondolatot mondanék az employer brandingről, illetve ennek a filozófiájáról. Az employer branding munkáltatói márkaépítés, ez egy, hát egy 2-3 éves fogalom, fogalmazzuk úgy, és a magyar piacon, illetve minden máshol a világban azért vált így szükségessé, vagy azért került előtérbe, hiszen egy változó munkaerő környezettel találkozhatunk, toborzási környezettel, ezért szükség volt arra, hogy a cégek erre fókuszáljanak. Ez alapvetően egy hosszú távú befektetés, tehát nem egyik napról a másikra épül, és kéz a kézben jár a vállalati kultúrával is. Employer branding megközelítésben én azt gondolom, hogy érdemes koncepcióban gondolkodni, amikor ebben gondolkodunk, onnantól kezdve, hogy valaki hallott az adott cégről, egészen odáig, hogy esetleg a munkavállalója lett és kilép a cégtől. Eközben van egy olyan életciklusa a munkavállalóknak, ugye életciklusmodellt sok mindenre származtathatunk, tehát hogy nem csak erre, hanem akár egy fogyasztói életciklusmodellre, vagy akár ugye üzleti környezetben különböző dolgokra. De gyakorlatilag ebben az életciklusban számos lépés van az első és az utolsó között. Ezt így érdekességként hoztam el, mert többször látjuk azt, hogy amikor márkaépítésről beszélünk, most kifejezetten a márkára gondolok, akkor ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát az image-et gyakorlatilag azt, amit kialakítunk, a legelejétől kell követni, és arra számítani, hogy ez felépül. Tehát ez a felépülési időszak az, amely egy munkáltatói márkánál is fontos, hogy meglegyen. Illetve nagyon fontos az embereknek ugye a megtartása és az ehhez kapcsolódó lépések, mint például az interjú, a felvétel, az onboarding, maga a karrierépítés a cégnél, és itt tovább. Most is egy változó környezetben vagyunk, és egyre jobban előtérbe kerül a megtartás. Tehát már nem csak a toborzása az, ami a zászlóra van tűzve minden cégnél, és szerintünk az lesz még az érdekes, hogy lesznek olyan vállalatok, akik úgy fognak toborozni, új embert felvenni, hogy közben le is építenek. Ez lesz még egy nagy kihívás a cégeknek a következő időszakban. Erről ennyit szerettem volna egy bevezetésképpen mondani, és akkor áttérnék az értékajánlat kutatásunknak az eredményére. Egy összefoglaló oldalt hoztam a mintáról. Ugye minden kutatásnál fontos megvizsgálni, hogy kik voltak a válaszadók, és milyen mintán alkalmaztuk. A mi kutatásunk az közel 1600 fős munkavállalói körrel futott le, fogalmazzunk meg így, és régiós bontásban, ezt láthatjátok a képernyőn, hogy a régiók tekintetében hogy nézett ki százalékosan a bontás. És amit szeretnék kiemelni, az a munka típusra szerinti bontást. Itt három szegmenst különböztettünk meg alapvetően, a fehér gallérosokat, a rózsaszín gallérosokat és a kék gallérosokat. Felmerülhet az a kérdés bennetek, hogy mi az a rózsaszín gallér. Ez alapvetően egy új fogalom a piacon, és még nem is nagyon használatos Magyarországon. Ez az a munkavállalói kategória, aki a fehér és a kék gallér közé esik. Alapvetően egyébként a szónak az a háttere, hogy ezt pink collarnek hívták az angol száz kultúrában, és korábban kifejezetten a női munkaerőre volt vonatkoztatva. Olyan típusú, például egy retail hálózatban, olyan típusú cégeknél van retail hálózat, például bankfióki munkatársak, vagy telekom szektorban akár a fiókban dolgozó munkatársak, remélem a fiókot jól mondtam, mert ott nem fiókokról beszélünk így szakszóval, de úgy képzeljétek el, hogy nem kifejezetten csak az irodai munkavégzés, hanem valamilyen ügyfélkiszolgálás, de hozzá csapódhat úgymond fizikai munka is akár. Úgyhogy ezt értjük a rózsaszín alatt. A kutatásra visszatérve, amit szeretnék még kiemelni, hogy conjoint módszerrel végeztük el, ezt összefoglaltuk ezen az oldalon részleteiben.
Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag a fontosságát, a relatív fontosságot vizsgálja a kutatás során. Tehát itt nem százalékos eredményeket kapunk mindig, van, ahol átfordítható, illetve össze, hogy mondjam, párhuzamosítható, de van, ahol nem. Hiszen a relatív fontosság az attól függ, hogy az adott megkérdezett hogyan, milyen sorrendbe állítja föl azokat a kérdéseket, amiket ő lát, illetve választ gyakorlatilag az adott kategóriában lévő juttatásokból ugye jelen esetben. A jobb oldalon láthatjátok a képernyőn azt, hogy ezt hogy kell elképzelni kérdezés folyamán. Ezt azért fontos megmutatni, mert amikor értelmezzük az eredményeket, akkor ennek van jelentősége. Összesen 8 juttatáscsoportot néztünk meg, és 36 munkavállalói értékajánlatot. Ezt nem fogom elmondani az egész táblázatot, megígérem. A juttatáscsoportokra szeretnék fókuszálni. A bal oldalon láthatjátok kékkel kiemelve a béren kívüli juttatás értéke volt az első, amit vizsgáltunk. Itt nyilvánvaló, hogy a munkavállalók a minél nagyobb százalékos arányt választják a béren kívüli juttatásoknál. A második kategória volt az egészséggel kapcsolatos juttatások, az irodába járáshoz kapcsolódó juttatások, utazáshoz, extra fizetett szabadnap, céges hitel és kölcsön a munkavállalók részére. A hatodik volt az otthoni munkavégzéshez kapcsolódó megoldások vagy támogatás, a szakmai fejlődés, illetve a gyerekes családhoz köthető juttatások. Amit láthattok az oszlopokban, azok az egyes kérdések vagy csoportok voltak, olyan elemek, amelyeket szerettünk volna vizsgálni. És ami még újdonság volt, hogy elhelyeztünk olyan kérdést, vagy olyan elemet, amit most jellemzően nem adnak a munkáltatók, ugyanakkor a munkavállalók örülnének neki, ez a ruhapénz volt egész konkrétan. A ruhapénzről kicsit egy ilyen old school, amikor mi még nem éltünk, vagy nem dolgoztunk, egy olyan típusú éra jut eszünkbe, fogalmazzuk meg így, de alapvetően a ruhapénz az egy számottevő értékben is, illetve szerintem így percepció szinten egy számottevő támogatás a munkavállalók felé. Összefoglaltuk ezután, belemegyek szerintem a részletekbe, és összefoglaltuk azt, hogy melyek a legvonzóbb béren kívüli juttatások a fontosság tekintetében. Tehát azt vizsgáltuk gyakorlatilag, hogy mit jelent a munkavállalóknak a plusz szabadnap, a sportolási támogatás, vagy akár a családhoz kapcsolódó juttatás. A sportolás támogatásánál az volt az érdekes, hogy a legtöbb munkavállaló például a zászlajára tűzi azt, hogy nálunk van vagy van konditerem, vagy például ilyen all you can move bérlet, vagy hasonló, de a kutatásból egyértelműen kiderült, most egy ilyen részletet emeltem ki, egyértelműen kiderült az, hogy ez kevésbé vonzó a munkavállalóknak. Tehát lehet, hogy azt gondoljuk munkáltatóként, hogy ezek olyan eszközök, amivel motiválhatjuk őket, de itt kevésbé volt ez látható. Arra voltunk még kíváncsiak, hogy a fehér, rózsaszín és kék galléros munkavállalóknál hogyan alakulnak a különbségek. Tehát, hogy van-e olyan látható különbség, mondjuk egy rózsaszín meg egy fehér esetében, ami indokolttá teszi azt, hogy megkülönböztessük őket. Hogy miért fontos ez? Most nem tudom pontosan a résztvevői kört, de lehet, hogy azzal találkoztatok már, hogy az egyik legnagyobb kihívás, hogy a retail hálózatba találjanak munkaerőt gyakorlatilag a cégek, és a munkaerő tekintetében a rózsaszín gallér az, ahol egy kicsit előtérbe kerülnek az olyan juttatások, mint például a munkába járásnak az ösztönzése. Tehát legyen bérlettámogatás, meg legyen oldva az például a kék gallérosnál, hogy legyen céges buszjárat, hogyha olyan helyen van, vagy nem megközelíthető a munkahely. Úgyhogy ezek azok a fontos pontok, amelyek különbségek. A fehér galléros munkavállalók esetében láthattuk az előző előadásban ugye a home office-nak a jelentőségét, illetve a hibrid munkavégzés és így tovább, illetve ne is hívjuk home office-nak, mert igazából már nem is jó ez a kifejezés, mert nem azt szeretnénk azzal kifejezni, hogy otthon dolgozunk, hanem effektív a munkákat máshonnan végezzük el.
Megnéztük a mobilizációs hajlandóságot, arra voltunk kíváncsiak, ugye Nyugat-Európában, meg más országokban is az egy trend, hogy a munkavállalók, meg ugye az emberek jobban költöznek. Tehát nincs az, mint szerintem itthon, hogy valaki él egy településen vagy városban, és nem nagyon szeretne onnan elköltözni, hiszen ott alakította ki az életét. Úgyhogy erre voltunk kíváncsiak, hogy egy jobb munkalehetőség esetén vajon költöznének-e a munkavállalók, és a meglepetésünkre a munkavállalók kétharmada összességében azt válaszolta, hogy hajlandó lenne lakhelyet változtatni egy jobb munkalehetőség érdekében. Ezt láthatjátok a narancs és a sárga színekkel megjelölve, tehát gyakorlatilag ez az, amit kihozott a kutatásunk. Megnéztük az egészséghez kapcsolódó juttatások értékét, és egy kicsit különbettük azt, hogy mi az értéke a magánegészségügyi csomagoknak, egészségpénztári hozzájárulásnak. A kék galérosoknál volt érdekes, hogy az egészségpénztári hozzájárulás még mindig nagyon népszerű, míg a fehér galérosoknál abszolút a magánegészségügy az, ami a juttatási preferencia tetején áll. És gyakorlatilag a sportolási lehetőség volt azt, amit említettem az elején, hogy kevésbé gondolták hasznos juttatásnak a munkavállalók. Amire még kíváncsiak voltunk, az a szépkártya. De a szépkártya nagyon elterjedt, ennek vannak történelmi okai, illetve adózási okai, és azonban azt látjuk, hogy az adózási különbségekben most már nincs akkora különbség egy szépkártya adózás, mint juttatás, vagy más egyéb juttatás adózása között. Még azért van, tehát nem mondom, hogy nincs, de érdemes alternatívákon is gondolkozni. Természetesen a legnépszerűbb a szépkártya. Egyébként pont most jelentették, hogy eltörlik azt a zsebek közti megkülönböztetést, tehát akár teljesen ételvásárlásra is fel lehet majd használni. Azt hiszem, egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtti. A második nagyon népszerű volt a fehér gallérosoknál a lakáskassza, lakástakarék, pénztár befizetés, de az volt még az érdekes, hogy a kék gallérosoknál ez sokkal magasabb pozíciót foglalt el, hogyha összehasonlítjuk az összes többi számmal gyakorlatilag. Ezen kívül, amikor beszéltünk arról, pont az előttem valamelyik előadásban elhangzott, ugye a marketing szakembertől, hogy nem mindegy, hogy hirdetjük meg az állást hirdetésünket. Szerintem az is össze lehet futtatni egy ilyen kutatási eredménnyel, mert azt megnézhetjük belőle, hogyha például azt hangsúlyozzuk, hogy a cégnek van egy bölcsödéje vagy napközije, az vajon mennyit ér a mi munkavállalóink részére. A kék galérosoknál kiderült, hogy ezt kevésbé preferálják, tehát hogy egy gyárnál vagy egy egyéb ilyen üzemnél lehet, hogy kevésbé van ennek létjogosultsága. És akkor, ha tovább megyünk, most nem tudom, mennyi időm maradt, még szerintem 3 percen, akkor beszélek egy kicsit arról, bocsánat, de így a szlájdok között most ugráltunk, de akkor beszélek arról, szerintem az extra fizetett szabadnapokat hogyan értékelik a munkavállalók. A munkában eltöltött évek számával növelt extra szabadnapoknak az aránya az, amit a legjobban preferálnak, tehát azt szeretnék, hogyha minél több évet dolgoztak le, annál több extra szabad napjuk legyen. Itt nagy eltérés abban volt, hogy például a kék galérosok az ilyen egyedi alkalmakra, vagy esetekre, sajnálatos esetre, vagy esküvőre akár szívesen kapnának extra szabadnapot, míg ez kevésbé volt jellemző a fehér galléros munkakörnél. Úgyhogy ez nem, hogy mondjam, ez nem bír akkora súllyal, mint ahogy szerintem munkáltatóként gondolja az ember ilyen szempontból. És akkor megyek tovább, az adatokat szerintem mind bemutattam részletekre, és megyek tovább arra az oldalra, ahol azt szeretném még elmondani, hogy erről az egész kutatásról és a metodológia mögött egy szimulátor készült még, amely azt jelenti, hogy képesek vagyunk arra, hogy az optimális munkavállalói juttatáscsomagot szimuláljuk, és megjelenítsük adott környezetre. Egyrészt ki tudjuk választani a szegmens, tehát úgy van felépítve a kutatás, hogy akár gallérra rá tudunk szűrni,
vagy akár láthattátok az elején ugye a részleteket, de akár arra is, hogy milyen régió, vagy milyen munkatípusa. Tehát régiós bontás is van, például Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország és megyeszintű bontás, ezt is meg lehet tenni, illetve cégméret. Tehát a munkavállaló milyen méretű cégnél dolgozik. Itt egyébként nem láttunk akkor a különbséget a preferenciák tekintetében. A második fontos a conjoint szimulátorban a juttatáscsomagok összeállítása. Tehát az egy példa, gyakorlatilag azt lehet variálni, hogyha én az egyik juttatásomat módosítom, és nagyobb mértékben használom a komplett csomagban, akkor az vajon a preferencia szempontjából hasznos-e az én munkavállalómnak, vagy esetleg egy másikat szeretne inkább választani, és akkor az arányokat máshogy kell meghatározom. Tehát ezt tudja gyakorlatilag ez a képesség, és ezt modellezi, amit az eredmény oldalon láthatok ebben a sablonban. Én ennyit szerettem volna megosztani a kutatással kapcsolatban. Van még mögötte számos számítás, bele lehet menni a részletekbe, úgyhogy ha bárkit érdekel, akkor LinkedIn-en jelöljön be, vagy küldjön egy elérhetőséget, és szívesen megosztjuk azt. A kérdéseket pedig várjuk a chatbe, itt közösen a Dream Jobs csapatával. Köszönöm szépen!